Nagyon sok szeretettel köszöntöm az Eurosport nézőit, Magyar Bencét hallják. Befejeződött az idénnyitó, ami a 2012-es IRC sorozatot illeti. Gyönyörű környezetben az Azori-szigeteken rendezték a nyitó versenyt, pont a Delgada volt a verseny központja. Az első napon mindössze 3 gyorsasági szakasz, aztán a második napon 6 gyorsaság, és még a záró napra is maradt 5 leküzdendő gyorsasági szakasz. 9 szigetből álló szigetcsoport az Atlanti-óceán közepén, Portótól majdnem 1500 kilométerre nyugatra. Portugáliához tartozik egyébként az Azori-szigetek, a hivatalos nyelv is természetesen a portugál. Ez volt tehát a helyszíne az idénynyitónak 2012-ben. Itt volt András Mikkelsen, illetve itt van András Mikkelsen, a tavalyi bajnok, aki 2012-ben is szeretné megismételni azt, amit tavaly elért, azaz megnyerni a bajnoki címet, és egyes rajtszámmal láttuk a tavalyi Super 2000-es világbajnokot és a tavaly előtti IRC bajnokot, Jo Hänninent. Tavaly ő nyert itt az Azori-szigeteken, egyébként akkor még Kenson végzett a második helyen. Aztán itt van a Monte Carlo Rally 2011-es győztese Brian Buffier, ezúttal egy bérautóban a Delta Rally által biztosított Super 2000-es Peugeot-val próbálkozott Brian Buffier. A csapattársa ezen a versenyen Brian Buffier-nak Bruno Magalhães volt. 5 hónap után kapott lehetőséget Magalhães, hogy újra rally autóba üljön. Financiális gondokkal küszködött a tavalyi esztendőben Magalhães. Mindenképpen örömteli, hogy újra autóban láthatjuk. Egyébként ő is nyert már itt az Azori-szigeteken, ráadásul 2-szer. Aztán itt van Hermann Gessner, ifjabbik Hermann Gessner, és egy másik nagyon fiatal német pilóta, Sepp Wiegand. Neki ez élete első IRC futama, és a második Murva versenye. Íme a térkép. Az első nap térképe. Nézzük akkor gyorsan, hogy mi is történt eddig. Corrado Mata, ez volt a 2012-es szezon első gyorsasági szakasza. 8,25 km hosszúságú gyorsaságiról beszélünk. András Mikkelsen volt a leggyorsabb. Ő vette fel a ritmust a leghamarabb, de nem volt nagy a különbség közte, és Hänninen között mindössze 3 másodperccel előzte meg a norvég a finnt. Itt még elfogadható volt az időjárás, bár barangós, tomorkás, de legalább nem esett az eső, mert hogy pénteken azért megtapasztalhatta a mezőny, hogy milyen az, amikor lezúdul az égi áldás az Azori-szigetekre. São Miguel szigeten vagyunk egyébként, ez a legnagyobb a 9 sziget közül. Brian Buffier, Hänninen és Mikkelsen egyaránt puha keverékű abroncsal próbálkoztak, Buffier viszont keménnyel. Ennek meg is lett az eredménye, kapott 10 másodpercet ezen a 8 kilométeren Brian Buffier, ami nem biztos, hogy csak a gumik hibája, hiszen az autók között is van némi különbség. Ezek a Peugeot-k nem legfiatalabb autók. Míg Hänninen egészen biztosan új autóban van, és én gyanítom, hogy Mikkelsen autója sem túl régi. Bruno Magalhães. Az 5 hónap kihagyás azért meglátszott. 16 másodpercet kapott ezen a gyorsasági szakaszon. Egyébként 4. időt autózott. Aztán jött a nap második gyorsasági szakasz, a Hänninen visszavágott, pedig András Mikkelsen még ilyeneket is csinált, levágta a pályát, egyértelműen a szalag rossz oldalán közlekedett Mikkelsen, nem lett különösebb
felzúdulás. Ebből nézzük, hogy mekkora előnyre tudott szert tenni. Ugye most egyelőre ott a fekete tetejű Skodában Häninen előrébb, egy kigyorsításra megcsúszott Mikkelsen, és aztán most tessenek figyelni, amikor Häninen az úton marad, Mikkelsen viszont levágja a pályát, pillanatokon belül látjuk, hogy ráesik Mikkelsen, nem várták meg a kollégát, pedig meg is előzte ezzel a levágással Mikkelsen, de még így is zsákolt 2 másodpercet. Aztán a nap záró eseménye, ez a szuper speciális volt, ez a 2,2 km hosszú pálya. Itt is Mikkelsen volt a jobb, 0,2-del verte Häninent. Így a nap végére 1,4 másodperc előnye maradt a norvégnak. Brian Buffier és Bruno Magalhães tisztes távolban leszakadva, aztán Wigand, majd Ricardo Moura, Hermann Gessner, Saliuk, Al-Kedbi és Tamrazov volt az első 10 sorrendje. Na nézzük a második napot. Éjszaka hatalmas esőzés áztatta az Azori-szigeteket, és bizony még nappalra is, tehát a verseny idejére is jutott az égi áldásból, viszont ez volt a napja annak a gyorsaságinak, amit talán a legjobban ismerünk az Azori-szigetekből, ez a bizonyos Cidades nevű pálya, amely egy vulkán kürtőjén vezet végig, és nagyon-nagyon látványos képeket láttunk innen az elmúlt esztendőkben. Hát most a köd miatt azért olyan fantasztikusan szép képek nem születtek ezen a gyorsasági szakaszon, de biztos nagy élmény volt azoknak a versenyzőknek, akik teljesíthették. Häninen ijesztő pillanatok, azt hiszem, hogy Häninen elrebeghetett egy imát, hogy ezt megúszta, viszonylag szerencsésen. Mind a két oldalt ugye érintette a partfalat, de folytatni tudta. Ezzel együtt mindössze 10 másodpercet kapott. Azt mondja, Häninen megpördültem itt a végén, a lefelében, még találtam is kellett néhányszor, nagyon gyors részem volt, elég sok időt veszítettem, ez nem jó, mondja a finn. 10,4 másodpercet kapott Mikkelsentől, aki viszont nyerte ezt a gyorsasági szakaszt, és most már közel 14 másodperc volt az előnye a norvég fiatalembernek. Közben gyorsan elmondom, hogy voltak magyar indulóink is, hát sajnos Vizin László és Zsiros Gábor még az első gyorsasági szakaszon kellett, hogy elbúcsúzzanak, ugyanis a Skoda Fabia R2-esben eltörött a féltengely, úgyhogy nekik viszonylag korán véget ért, és hát Krózser Mennyhért, valamint Papp György a Honda Civic Type-errel szintén féltengelytörés miatt kellett, hogy feladják, pedig nagyon-nagyon jó pozícióban voltak, vezették a kétkerekes kupa értékelését. Na itt van Bruno Magalhães közben, és hatalmasat bukik, de nem sérül meg senki, az autó viszont nagyon-nagyon megsínlette ezt a bukást, itt van belülről is. Rossz nézni az ilyen képeket, de hát sajnos hozzá tartozik ez is az autóversenyzéshez, a rally versenyzéshez egyaránt. Szóval Krózser Mennyájék is ekkor tájt búcsúztak. Na hallgassuk Magalhaest. Változtatunk egy picit a beállításokon még a gyorsasági szakasz előtt, a stabilizátoron is állítottunk, és egy picit jobban mozgott az autó. Ötödikben jöttem abban a kanyarban, és próbáltam felváltani 6-ig, mert azt hittem, hogy uralom az autót, de hát sajnos ott volt az úton egy elég nagy kő, és eltaláltuk az autó bal oldalával, kitépte a bal hátsó kereket, és hát láttuk, hogy mi történt, magyarázza utólag a bizonyítvány Bruno Magalhães. Hatalmas eső a 8. gyorsasági szakasz, nem is lehetett megtartani, de előtte még a Cidades gyorsasági szakasz másodjára még rosszabb körülmények között, mint az első alkalommal. Häninen óvatosabban is ment. Borzasztó nehéz körülmények. Sepp Wigand, az egész nap folyamán ő volt az első, aki lerajtolt a gyorsaságikon, az első ötöt ugyanis megfordították, és mivel Wigand volt az 5., neki kellett először rajtolni, ez nem volt akkora hátrány. Ezt elmondta egyébként ő is. Ő Gessnerrel csatázott, és hát ment az adok-kapok Gessner és Wigand között.
Ezúttal Wiegand volt, egy gyorsabb 3/10-et adott Hermann Gesslernek. Összességében pedig 8/10 különbség volt a két német között. Ez a 8/10 is Wiegand javára. Hát íme a 8-as gyorsaságiról a képek. Szerencsétlen nézők, akik fölküzdötték magukat, hogy lássák a versenyzőket, most indulhattak lefelé. Ebben a hatalmas sártengerben nem volt egyszerű feladat. A nullás autó. Ezt is láttuk már. Még az összkerék meghajtás terepjárónak is gondjai voltak ilyen körülmények között. Hát bizony. A nap utolsó gyorsasági a 9-es. Ez egy 6,5 kilométeres volt São Brás és Villafranca között. Ez 15-re volt tervezve, de hát a 15-ből végül 6,5 lett, mert rossz volt az út minősége, hogy nem lehetett végig engedni rajta a mezőny. Szálliuk megforgása rátolat erre a vas oszlopra, és letépi neki a lökhárítót. De szerencsés, hogy folytatni tudja. András Mikkelsen nyerte a nap utolsó gyorsasági szakaszát. Összességében 16,2 másodpercre nőtt ezzel az előnye. Nem volt sok egyébként közte, valamint Henninen között. Itt a 9-esen mindössze 8/10 volt jobb Mikkelsen. Minden rendben van. Rengeteg víz volt ezen a gyorsasági szakaszon. Pokoli aquaplaningokat éreztünk az autóban. Itt van a nap végeredmény. Hát Brian Buffier ott egymagában a harmadik helyen, igazából neki támadnia nem érdemes, védekeznie pedig nem kell. Kialakultak a helyezések nagyjából, de azért hibázni nem nagyon szabad. Az első két nap tehát dióhéj van, most jön egy rövid reklám, és megnézzük, hogy mi történt a záró napon. Sokkal jobb idő, mint az elmúlt két nap folyamán, még a nap is előbújt az Azori-szigeteken, és ezúttal a sziget keleti részén kellett két pályát teljesíteni, meg egyszer a szuperspeciálist. Nem kellett korán kelni a 10. gyorsasági szakaszhoz. Amely a Graminál is volt, egy közel 20 km hosszú pályáról beszélünk. Igen, izgalmas vonalvezetésű pálya. Na nézzük akkor Sepp Wiegandot. De Timo Gottschalk az ő navigátora, aki Nasser Alatiával megnyerte a 2011-es Dakart, és egyébként egy nagyon-nagyon rutinos navigátor, kell is Sepp Wiegand mellé egy ilyen tapasztalattal bíró Mit Farer, nagyon sokat segíthet a fiatal pilótának. Hermann Gesner! Egy megforgás, egy félig... Oh, lefullad, ajajaj! Ott maradt jó néhány másodperc, ugye Wiegand és Gesner nagyon csatáznak egymással. Buffier is hibázik. A rettenetesen csúszik a pálya, nem nagyon volt még ideje felszáradni. Buffy egyébként jött egy harmadik időt ezen a gyorsasági szakaszon. Itt pedig már jó a Henninent látjuk. Második idő volt az övé Mikkelsentől, kapott 1,7 másodpercet a finn. Nem tudta megszorongatni András Mikkelsent. Bizony mennyivel szebb így a környék, hogy nem szakad az eső.
közel 18 másodpercen növelte tehát az előnyét András Mikkelsen, amikor következett a 11-es gyorsasági szakasz, 22 km hosszú volt, szintén elég sok szintkülönbséget kellett leküzdeni, tele visszafordítóval a pálya, izgalmasabbnál izgalmasabb kanyarokkal, és rengeteg szurkolóval természetesen. Az Azori-szigeteken a legnagyobb sportesemény a rally minden esztendőben, és nagyon komolyan veszi egyébként az Azori-szigeteki önkormányzat, talán vagy kormányzat, hiszen nagyon sok kedvezményt biztosítanak a csapatoknak, például a kompot is állják azoknál a csapatoknál, akik hozzák a versenyautót, így próbálnak segíteni és halogatni őket. Na nézzünk egy simulcamet! Ugye ismerik már ezt a rovatunkat, amikor egymásra vetítjük Gessnert és Wiegandot ezúttal. Ki hol nyer, kifékez korábban. Itt ugye egy picit talán Gessner óvatosabban fordult. Wiegand egyébként 8,2 másodperccel gyorsabb volt ezen a gyorsasági szakaszon, mint Gessner. Gessnernek problémája volt a tapadással, nem egyforma gumival mentek ugyanis. Nem volt ez túl jó, mondja Gessner, nem vagyok túl boldog, a kemény keverékűt tettük föl, és nagyon-nagyon csúszkáltunk, egyáltalán nem volt jó a helyzet. Itt pedig Brian Buffier, aki jött egy harmadik időt, egyáltalán nem kellett csatáznia senkivel, saját tempóját kellett autóznia, és könnyedén meg lehetett a végén a dobogós helyezés, ami egy jó eredmény, azt gondolom, ezzel az autóval. Ez rendben van, szerencsés voltam, eltaláltam egy elég nagy követ még a gyorsasági elején. Az autó kibírta, nem sérült meg. Tiszta menet volt egyébként, semmiféle ködöt nem láttunk a pályán. Nagyon szép gyorsasági, nagyon csúszott, de minden rendben van. Jó a Henninen, igyekezett, de azért túl sokat nem kockáztatott, elég csalódottan nyilatkozott egyébként a szombati nap folyamán. Na, hallgassuk akkor inkább őt. A keményebb keverékű gumi volt, nagyon csúszott a pálya, sok volt a sár, de az nem volt könnyű tartani a ritmust. Arra lehetett egyébként következtetni, illetve olyan plekkákat lehetett hallani, hogy csapat sorrendet állapított meg a Skoda, és Mikkelsent preferálják. Ez azért érdekes, mert a tavalyi esztendőben ez éppen fordítva volt, akkor Henninen javára döntöttek, és Mikkelsent nem engedték támadni. Jó ideje, itt mondták Mikkelsennek folyamatosan a gyorsaságin. Ezeket tudta Mikkelsen, és ennek tükrében gyorsított vagy lassított a pályán. Alexander Szaliuk, az ukrán, az egyetlen versenyben maradt ukrán. Hetedik idő volt az övé, elég sok hibát követett el, de egyre jobban és jobban érezte magát. Itt van Rashidal Kedbi, aki visszaállt a tegnapi bukását követően, és gyűjtötte a tapasztalatot. Is tér egyébként Kedbire. No, és akkor még egy szuper speciális volt az első körből hátra. Tám szerint egyébként ez volt a 12. gyorsasági szakasz, és itt is András Mikkelsen volt a leggyorsabb, 9/10 másodperccel verte Henninent. És innen erről a gyorsról mentek a Service Parkba, Ponta Delgadába a versenyzők. Hát Mikkelsennél azt hiszem minden terv szerint halad. Különösebben aggódniuk nem kell. Összességében 24 másodperccel vezetnek, kettő gyorsasági szakasz van még hátra. Ez 40 kilométert jelent. Hibázni természetesen nem szabad, de az eddig látottak alapján tényleg nem nagyon volt izgulni valójuk Mikkelsenéknek.
Bouffier a harmadik, majdnem 2 perc már a hátránya, aztán Wiegand és Gessner között most már 10 másodperchez közeli különbség. És hát itt vannak a többiek, Murának nem lesz meg az 5. hely, ugye verseny előtt az 5. helyet tűzte ki célul, de hát így is torony magasan a legjobb csoportos autó. Jöjjön egy rövid reklám, aztán folytatjuk az utolsó 2 gyorsaság. Az utolsó előtti gyorsasági szakasz, másodszor a Gramina is. És Hermann Gesznerrel kezdünk, ő kerül képernyőre. 13-as gyorsaságát, reméljük senkinek nem lesz ez szerencsétlen. Gessznernek gondjai voltak. Ezen a gyorsasági szakaszon megint eléggé szépen kikapott Wiegandtól. Mert egy Wiegand jött 14-28-at, Gessner pedig 15-07-et, tehát több mint közel fél percet kapott a honfitárstól, és akkor ezzel a kettő kis külön párbaja el is dőlt. Szerint leszakadt Hermann Gessner, közel 50 másodperce Wiegand mögött volt. Alexander Szaliuk, hát egy 3. ideje ott a szuper speciálon, most pedig egy 6. Abszolútban pedig a 7. helyen tanyázott az ukrán. És akkor nézzük a Production Cup-ot, az N csoportot, ahogy említettem, Ricardo Mura, aki itt lakik a Szazori-szigeteken, nagyon-nagyon komoly előnnyel vezetett, és nyerte is ezt az értékelést Sergio Silva előtt. 7 perc, 16 másodperccel nyert egyébként Mura. Itt van Sergio Silva is, ő egy Subaru-val versenyzett. Abszolút 8. helyen zárt. Végeredménye a Production Cup-nak. Silva mögött még Rodriguez volt értékelhető, illetve a 3. helyen ő állhatott dobogóra. És akkor nézzük a 2-kerekes kupát. Robert Consani most a 11-es gyorsasági szakaszon balesetet szenvedett, és fel kellett adnia, ami elég nagy csalódás volt a dél-francia pilótának, mert hogy egy biztosnak látszó 25 pont csúszott ki így a kezéből. Hoppá, igen, hát... Nem valóban nehéz folytatni. Itt van Harry Hunt, aki szintén visszaállt azután, hogy a pénteki nap első gyorsasági szakaszán döntötte az autóját, kiukadt a hűtője, és nem tudott tovább menni, de szombaton folytatta. Már csak tesztelési cél volt természetesen, és hát képernyőre kerülnek ismét Roger Menyájék, és hát szomorú képek ezek. Egy megbénult Honda Civic. Hát törött féltengelyel ugye nem működik a technika. Reméljük, hogy minél előbb látjuk Menyájékat, akik egyébként 8 utamot terveznek az idei esztendőre, hogy melyik a következő verseny, azt még hát vagy nem tudják, vagy nem árulják el, de nem kell aggódni, hiszen meg fogjuk majd tudni idejében. Masia nyerte a 2-kerekesek versenyét, aki egyébként tavaly is a leggyorsabbak közé tartozott, és nyert ugyanebben az értékelésben. És akkor nézzük az utolsó gyorsasági szakaszt, a Tronqueirát másodjára.
És ismét Hermann Gessner fedélzeti kamerája. Ugye most már neki sem volt nagyon értelme sietni. Őt sem fenyegette semmiféle veszély. Hátulról támadnia szintén nem kellett. Ennek tudatában kapott 15 másodpercet Sepp Wiegandtól. Gessner egyébként az abszolút 5. helyen zárta a futamot. Wiegand a 4. lett élete első IRC versenyén, és mondom, nagyon tapasztalatlan pilótáról van szó. Hát hallgassuk. Ez egy nagyon nagy pillanat nekem, ez volt a második versenyem Murván, és ez volt az első IRC futamom. A legjobb 5-ben lenni, fantasztikus eredmény számomra, nagyon boldog vagyok, mondja Wiegand. Itt pedig Brian Buffier, aki hát kicsit talán unatkozott a zárónapon szombaton, mert sehova nem kellett sietnie. A harmadik hely biztos volt, ha csak valami fatális véletlen, valami csúnya műszaki probléma meg nem fosztja tőle, de nem így lett. Buffier megjött a harmadik helyen. Juha Hänninen pedig meg kellett, hogy elégedjen a második helyen azután, hogy tavaly nyert ezen a versenyen. Érthetően nem volt túl boldog a finn. Hallgassuk, mit mondott. Én nyerni jöttem ide, de ezen a hétvégén nem voltam elég erős, hogy legyőzzem Andreast. A jövőben az ilyen saras körülmények között biztos, hogy fejlődnünk kell, de ettől függetlenül gratulálunk Andreasnak, fantasztikus versenyt produkált, dicséri már is a márkatársat Juha Hänninen, és hát itt van a győztes András Mikkelsen, mert hogy nem tudták már elvenni tőle a győzelmet. Ő az első egyébként, aki sorozatban 3 IRC futamot meg tudott nyerni. A Skócia tavaly, aztán Ciprus és most az Azori-szigetek. Fantasztikus kezdés ez számunkra, mondja. Nagyon boldog vagyok a csapat miatt is. Tökéletes eredmény, első két helyen Skoda végzett. Nem is lehetne jobb. Kemény csatát vívtunk Juhóval az egész verseny alatt, és végül mi jöttünk ki ebből győztesen, nagyon boldog vagyok emiatt, mondja Mikkelsen, aki tehát visszakapta a sorstól egy picit a tavalyi, ugye tavaly rászóltak, hogy nem támadhatja Hänninen, hát most fordított volt a sorrend. Az öröm pillanatai. Itt pedig már a bajnoki tabella így néz ki. Mikkelsen, Hänninen, Buffier, Wiegand, Gessner gyakorlatilag megegyezik a verseny végeredményével a táblázatunk. Gyártók állása 43 pontos a Skoda, a második a Peugeot, aztán a Ford és a Subaru. Az öröm képei és a legszebb pillanatokból összevágott klip, valamint a Colin McRae trofi, amelyet ezúttal András Mikkelsen kapott. Ezekkel a képekkel búcsúzom önöktől, ne felejtjék el, jövünk majd kedden az összefoglalóval. Tekintsék meg az újjávarázsolt honlapunkat, az IRC Cseries vagy IRCSeries.com oldalt hasznos információkért. Köszönöm szépen a figyelmüket, Magyar Bencét hallották, a viszontlátásra, a viszonthallásra.